nagyjából én gimis lehettem, amikor azt éreztem, hogy így alapvetően jól ment minden, jól tanultam, sportoltam, zenéltem, alapvetően így éreztem, hogy rendben vannak a dolgok körülöttem, de volt nagyon egy folyamatosan elégedetlenség érzés, hogy mégsem érzem jól magamat, mégsem vagyok boldog, mégis vannak önbizalombeli problémáim, hogy nem érzem magam elég jónak, mindig másokhoz hasonlítottam magamat. Bodos Bence Kaposztegcsődől származik, és a Dombóvári gimnáziumban töltötte fiatalkorát. Előadásában arra inspirálta a fiatalokat, hogy foglalkozzanak önmagukkal, azzal, hogy milyen okozati összefüggések is vannak a világban, és sajátítsák el magukat, tegyék egyedivé azt a tevékenységet, amihez legjobban értenek. Mint mondta, ő is elindult egy úton, amin folyamatosan fejlesztette magát, és tudta, hogy majd meghozza idővel az eredményt, amire vágyott. Én onnan indítom így a történetemet általában, hogy a gimiben alapvetően jól tanultam, így volt egy tök jó irányom, erre haladtam, de azt éreztem, hogy szerettem volna még többet kihozni az egészből, és elkezdtem olyan könyveket olvasni, ami azzal foglalkozott, hogy hogyan tudok jobban tanulni, hogyan tudom megduplázni a tanulóerőmet, és ez elvezetett odáig, hogy mindenféle önismereti könyvet elkezdtem falni, elkezdtem én előadásokra járni, és megismerni egyre jobban önmagamat, és ezáltal egy teljesen új lehetőség, egy új világ kinyílt számomra, és azt láttam, hogy akikkel beszélgettem a környezetemben, ezzel értéket tudtam adni nekik, hogy megosztottam a saját tapasztalataimat. Farkas Edith, a település polgármestere arról szólt, fontos a falu közösség jövője és egészen szempontjából is, hogy olyan programok jelenjenek meg, melyek alkalmasak az ifjúság megmozdítására. Ezek a programok alkalmasak a fiatalok különböző csoportjainak a megszólítására, lehetőséget nyújtanak a személyiségfejlesztésükre. Segít a korosztályokon belüli és a korosztályok közötti kapcsolatteremtésükben, kulturális élményt nyújtanak, új ismereteket és értékeket is közvetítenek. Az interaktív délután sztárvendége Pitz Barbara, a 2016-os X-Faktor győztese volt, aki amellett, hogy énekelt, arról is mesélt, számára a tehetségkutató nagy változást jelentett az életben. Ez volt életem legszebb időszaka, és azóta nem telik el olyan nap, hogy ne gondoljak vissza az ottani pillanatokra, az ott töltött időre, és az összes versenyzővel szinte olyanok voltunk, mint egy család, és nagyon élveztem, hogy minden napunk a zenéről szólt, reggeltől estig, és azóta több dalom is megjelent, és szerencsére több milliós nézettségeket értem el.